Varga Norbert fafaragómester tart bemutatót azokról a tárgyakról, amiket láncfűrésszel faragott. Ezek akár olyan tárgyak is lehetnek, amik megállják a helyüket egy szép tavaszi kertben. Először rendezték meg a tavasz köszöntő kertészeti napot Bonyhádon. A rendezvényen az érdeklődők kertészeti munkagépeket nézhettek meg, közelebbről nyerhettek betekintést egy fafaragómester munkájába, és virágokat is vehettek a virágárusoktól. A szervezők így akarták ráhangolni Bonyhád lakóit a tavaszi munkákra, és nem mellesleg a közös munkálkodás erősíti a közösségi szellemet is. Erről beszélt köszöntőjében Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya is. Amikor megálmodtuk ezt a teret, hogy legyen a városnak végre egy olyan köztere, egy rendezvénytere, amely autómentesen különböző programokra ad lehetőséget, akkor pontosan ilyesmit képzeltünk el már évekkel ezelőtt, hiszen minden olyan közterületünk, ami tér, az valamilyen épület köré és autós forgalommal ellátottan a település szerkezetéből, a város szerkezetéből adódóan így alakult ki az évszázadok során, és nem volt soha egy olyan rendezvényterünk, ahol bármilyen programot tavasztal őszig, vagy akár még télen is meg lehetne szervezni. December 1-én adtuk át a rendezvényteret, és akkor a megnyitón is úgy fogalmaztam, és most a köszöntőmben is, hogy pontosan az volt a cél, és ezt álmodtuk meg, hogy a hagyományosan megtartott hosszú évek, vagy akár évtizedek óta megszervezett programaink mellett újakat is tudjunk életre hívni, olyanokat, amire még eddig nem volt lehetőségünk, és ez a kertészeti tavaszváronap pontosan ilyen művelődési központ ötlete alapján nagyon gyorsan és nagyon sokan csatlakoztak ahhoz, hogy megpróbáljuk a tavaszt is csalogatni, meg egy közösségi, egy összetartó erővel bíró programot is létrehívni. Szerintem sikerült, és abban is bízom, hogy inkább vigyáznak rá majd, és örömmel használják, akár egy ilyen szép napsütéses napon, mint hogy sem rongálják, de hogyha valaminek a részesei vagyunk mi is, és nem kívülállok, akár egy ilyen virágültetésnek, akkor bízom benne, hogy odafigyelünk rá, és közösen együtt fogjuk majd óvni ezt a teret. Bonyhád városa a közelmúltban sok olyan eseményt tartott, ami az egészség megőrzésére és a környezet védelmére hívta fel a figyelmet. Ilyen volt például a Teszed szemétszedési mozgalom, vagy a Mozdulj Bonyhád programsorozat, aminek keretében a biciklisek az ipartelettől egészen a kaszinótérig tekertek a kerékpározás és a testmozgás népszerűsítése érdekében. Eddig is igyekeztünk a környezetünkre odafigyelni, csak talán abban nyitottunk, hogy nem önmagunkban, nem a városüzemeltető Bonikom Kft.-nek a mindennapos harcában, hanem inkább a lakossággal közösen szeretnénk olyan programokat életre hívni, amivel mindenki magának érzi azt, hogy egy olyan városban lakunk, ahol jól élni, ahol itt van az otthonunk, ahol egyre erősödnek a közösségek, amelyek itt élnek, és hogyha ezek az összetartó erők egyre erősebbek, akkor mindenki jobban magáénak érzi. Ilyen volt a kerékpáros programunk is, így van, ahogy jól láttad. Ez a zöld nap is ilyen, és remélem, hogy mi nagyon sok hasonló követi majd ezt is. Jó lesz ez a bringa, és ő is járhatja veletek majd a szét tájakat. A művelődési ház mögötti téren megrendezett kertészeti napon kiosztották a Mozdulj Bonyhád program nyereményeit. Azok nyerhették el a kerékpárok valamelyikét, akik legalább kettő programon részt vettek, és a nyereményjátékot kitöltve visszaküldték. Örömmel jelentem, hogy az első Muskátlik Mária ültetésre kerültek, de még nagyon sokan itt az asztalon. A bonyhádiak a rendezvényen virágokat is ültethettek, szerintük fontos, hogy a szabadidejükben is megtalálják a természet szépségeit, akár a kertészet, a kerti munkák által. Nagyon fontos, úgy gondolom, hogy az emberek az idejük, legalábbis a szabad idejük egy jelentős részét úgy tudják eltölteni, hogy jól érzik magukat, ez feltétlen szükségeltetik talán a kertészet is, hisz a völgységben mindig is volt ennek divatja. Egy olyan rendezvényen vagyunk, ami a város életében talán újdonságnak mondható, a mi életünkben nem, hisz már több alkalommal rendeztünk hasonló rendezvényt. Legyen a városban egy olyan talán alapító rendezvény, amivel arra buzdítjuk a városlakókat, városkörnyéki lakókat, igenis találják meg a természetben azt a szépséget, amit a saját munkájukkal tudnak megalkotni, elérni. A kertészeti napon jó időben látogathatták a művelődési ház mögötti teret az érdeklődők. A virágárusok és kertészeti gépek mellett néptáncosokat nézhettek és népzenét hallgathattak az érdeklődők.